Az Agora Podcast sorozatának legújabb epizódjával jelentkezünk. Köszöntöm Önöket, Novák Edina vagyok, és ez itt a Mesterségem címere a műsor, amelyben szombathelyi vagy vasmegyei híres vagy kevésbé ismert emberekkel beszélgetek a munkájukról, hivatásukról, szakmájukról, a szenvedélyükről, az útról, amelyen a vágyott célig eljutottak. Együtt keressük majd a szombathelyi emlékeket, élményeket, embereket, kapcsolatokat, egy szóval mindazt, amely valamely módon behatással volt az életükre. Szokásunkhoz híven, mielőtt a mai beszélgetést elkezdenénk, egy nagyon rövid ideig a műsor támogatóinak kérem megtisztelő figyelmüket. Az 1939-ben kisfűrészüzemként induló Falco Zrt. Mára a folyamatos fejlesztések és az állandó beruházásoknak köszönhetően Európa egyik legjelentősebb bútor- és építőipari lemezgyártójává nőtte ki magát. Csatlakozz hozzánk és építsd a karriered Magyarország legnagyobb és legmodernebb falemezgyártó cégénél. Jelenlegi nyitott munkaköreink. Gépkezelő, targoncavezető, karbantartó. Cégünk kiemelt bérezést, átlagon felüli műszak és bérpótlékokat, teljesítményarányos bónuszt kínál. A Mesterségem címere elnyerte a Vodafone Podcast Pioneers program támogatását. Velük együtt hiszünk a sokszínű, minőségi tartalomgyártásban. Köszönjük! Itt vagyunk és kezdjük is. A nyári szünet előtti utolsó adásunk vendége Pongor Csaba, televíziós szerkesztő, vőfély, ceremóniamester. Csabi tőzsgyökeres szombathelyi. Itt született, itt járt általános és középiskolába is. A Szaváriában érettségizett, aztán pedig megjárta a multikat. Belekóstolt a közösségi rádiózásba, sőt a vasmegyei rendőrfőkapitányságon is dolgozott. Aztán úgy 30 körül úgy döntött, hogy ebből elég, mostantól azzal szeretne foglalkozni, amit igazán szeret. De a tanulás, a képzés az élete része maradt. Így aztán újságírói, műsorvezetői, rendezvényszervezői, sőt bármikszeri képesítést is szerzett. Ma a Szombathelyi Televízió egyik munkatársa, minden fronton bevethető újságíró, de azért igazán a sport az ő világa. Egy nagyon elfoglalt időszakba csábítottam be abba a stúdióba, amely tulajdonképpen a munkahelye, hiszen az esküvői szezon kellős közepén járunk. Kolléga okán ugye megengedik, hogy tegeződve folytassuk a beszélgetést. Szia Csabi! Szia! Milyen ott ülni? Hát először is szeretném én is köszönteni a kedves nézőket, és őszintén ezt egy kicsit abból a szempontból fura, hogy én is mindig a másik oldalon vagyok, és mindig én faggatok, most viszont ennek okán a másik oldalon engem akasztanak. Azt említettem a nézőknek, hallgatóknak, hogy egy nagyon erős időszakban vagy, az esküvői szezon elkezdődött. Mikor indul egyébként ez neked? Ez rendszerint változó, ez inkább a pároktól függ. Ugye itt a koronavírus járvány azért nagyon belezavart a képbe, már csak azért is, mert míg korábban azt meg lehetett mondani, hogy az adott év elején kezdtek el keresgetni, kopogtatni a párok, addig ez most már úgy kitolódott, hogy akár az előző éven, sőt, tehát most konkretizáljuk, nekem már jövő évi felkéréseim is vannak, úgyhogy hiába mondanám azt, hogy na most akkor fújnék egyet jövőre, tartok egy kis szünetet, nem tudsz, mert folyamatosan jönnek a megkeresések. Hát a tavalyi esztendőt tudnám a legjobban összefoglalni, hogy hogyan néz ki egy ilyen naptár. Tavaly január közepén kezdődött, akkor ott volt egy két hónapos szünet, de igazából így a tavasz beköszöntével, és így a késő őszi, kora téli időszakig bemegy, tehát nagyjából ilyen márciustól novemberig. A nézők láthatják, akik pedig hallgatnak bennünk, elmondom, hogy a te széked, a te karosszéked mellett van egy hatalmas szalag csokor, megszámálhatatlan, hogy mennyi is, később majd erről szótejtünk, de azt már tudom, hogy ezt a vőfély szerepetben használod. Na menjünk oda, hogy a Pungor Csabi megszületett, és mondjuk eljött az a 7-8 éves időszak, amikor az ember elkezd azon gondolkodni, hogy vagy először felmerül benne, hogy majd mi szeretne lenni. Hát mit szeretett volna lenni a kis Pungor Csabi? Hát egyetlen egy cél lebegett a szemem előtt, hogy én mindenképpen sportolni szeretnék. A labdarúgás és a kosárlabda között vaciláltam sokáig, mindkét
referenciában voltam igazolt játékos is, hiszen volt térdsérülés, utána szülői nyomás is megvolt, hogy hát valamivel azért kell foglalkozni, hogyha arra nem tetted fel az egész életedet, hogy a sportnak ki legyél szolgáltatva, egy sérülés keresztbe törheti a karrieredet, úgyhogy hogy valamit tanulni kell. Teljesen tanástalan voltam. Én mindig úgy voltam vele, hogyha órán lekötött, ami érdekelt, azt figyeltem, az teljesen megragadt bennem, ami nem, azt meg ha hat lóval húznak, sem fog megfogni és magával vonzani. És ennek okán úgy voltunk, hogy hát valami olyan iskolát kéne nézni, ahol azért gimnáziumi érettségit, vagy esetleg szakmát is lehet tanulni. A Szaváriának azért nagyon jó neve volt, mai napig egyébként. Akkor pont volt egy kísérleti osztály jelleggel, egy gimnáziumi érettségit adó, és mindenféle gépiparba betekintést nyújtó járműgépész képzés. Ez csak kísérleti jelleggel indult el. Hát ez olyan jól sikerült, hogy lényegében az autók, a vonatok, kapcsolási rajzok, tehát lényegében mindenbe belekóstolhattam, és semmi nem maradt meg. Ezt akartam kérdezni, ha ma egy autó eléd áll, és azt mondja, hogy hát ez nem annyira pöfög, akkor vajon hol nyitott ki? Vagy ki tudod-e nyitni igazán egészen, a motorháztetőt? Egészen odáig el tudok jutni, hogy kinyitom a motorháztetőt, elmagyarázom, hogy mi micsoda rajta, hol a motor, hol tudom betölteni mondjuk az ablakmosó folyadékot, esetleg a motor olajat beleönteni, de ezen felül semmit. Elviszed a saját autódat szerelőhöz, vagy azt elviszed? Természetesen. Uh-huh. Sajnos nálam pont ez a vak volt, és ezért szégyen, meg ezért talán ciki is, hogy egy olyan iskolába jártam, ahol ténylegesen a fő profil az autószerelés volt, és hát pont nem fogod meg. Azt gondolom, azért annyira nagy baj nem esett ott érettségi táján, hiszen láthatóan ezt követően jöttek egymás után a képzések, de az érettségit követően azért még nem volt meg az útirány, hiszen elmondtam, hogy kb. 30 körül körvonalazódott erősen és markánsan, hogy mi az, amivel te szeretnél foglalkozni. Azért a közösségi rádiózás Szombathelyen egyrészt nagyon erős volt, saját emlékeim szerint is, és talán ez van annyira izgalmas, hogy ebbe egy picit elmélyedjünk. Hogy kerültél? A Szóköz volt? Így a Szóköz rádióhoz. Hát Mihályfi Tivadarnak kellett segítség, néhány műsorvezető, betanuló, technikus kollégát kerestek. De hogy kerültél te oda? A Szavária után hogy jutott eszébe Mihályfi Tivadarnak, hogy Pungor Csabának a rádióban lenne a helye? Ez úgy nézett ki, hogy el kellett kezdeni azonnal dolgozni. Én egyetemt megpróbálkoztam, az se igazán vált be, ezt nem is emlegettem, mert annyira gyors volt, hogy ez széljegyzetet sem érdemel. Aztán elkezdtem dolgozni Multiknál, majd úgy alakult, hogy szoktam nézegetni az állás lehetőséget, és ki volt ír, hogy a Szombathelyi Közösségi Rádióba keresnek rátermelt, jó beszédkészséggel rendelkező, esetleg a technika, a rádiózás iránt érdeklődő személyeket. Bementem, volt egy ismerettségem, aki pont mondta, hogy hát a kolléganő éppen a felmondáson töri a fejét, és adj uram, de rögtön kellene egy ember, és hát akkor megvolt gyorsan a casting jellege, szöveget kellett olvasni, mi alapján rakok össze mondjuk egy híradós blokkot, és akkor így indult. Jó, de akkor benned volt egyfajta motiváció az ügyben, hogy kommunikációval foglalkozz, vagy valamilyen módon megmutatkozz nagy közönség előtt. Azért erre nem mindenki alkalmas, nem szereti a hangját, vagy a saját képét nézni, akár bármilyen képernyőn is. Szóval volt egy ilyen motiváció benned? Ez azért érdekes, mert így utólag visszagondolva nem. Tehát, hogy a hangomat, a mai napig egyébként így mondjam, a hangomat sem szeretem, a magam megjelenését sem szeretem, ugyanis mindig javítani kell, nyilván teljesen egyértelmű, vissza kell nézned, már csak a munkád okán is, ellenben én akkor még úgy voltam vele, hogy ez egy jó buli, egy jó hec, talán jól is csinálom, van benne valami, ami úgy érdekes, meg izgalmas lehet, de úgy annyira akkor még nem ragadt magával. Aztán utána, amikor így elsodródtam a rádiózástól, akkor úgy azért elkezdett hiányozni valami, hogy valahol szerepelni, megmutatni magadat, valami van benned, úgy érzed azt a szikrát magadból, hogy valami van, de nem az igazi, sehova nem akarsz úgy beilleszkedni, és nem azért, mert nem akarok beilleszkedni, meg egész egyszerűen vagy fölfelé, vagy lefelé, de mindig kilógok, a Multiknál ugyanez volt, utáltam az éjszakázást, mire megszoktam volna az egyik fajta bűnszakbeosztás jöhetett a másik, azt is egyébként szívvel lélekkel csináltam, én mindenhonnan úgy jöttem el, hogy az ajtót magam mögött szépen betéve, soha nem csaptam be, tehát én biztos vagyok benne, hogy bármely volt munkáltatómat felhívnám, megkeresném őket, hogy esetlegesen lehetne visszajönni, akkor szerintem, ha alkalmas, nyitva van az ajtó, akkor biztos, hogy fölvennének. Melyik volt előbb? Az újságírás vagy a ceremónia mesterség?
fékedés. Hát így egymás követően az újságírás először, aztán így szép fokozatosan jött a vőfékedés, de ilyen átmenet volt ebbe is, mert én nagyon jó barátommal kezdtem el beszélgetni arról, hogy az önmegvalósítás melyik útját kell választani, és mondja, hogy nevezzem meg, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Arra már teljesen letisztult bennem, hogy hát mindenképpen a számból szeretnék élni, és akkor így mondtam, hogy a rádiózás az nagyon-nagyon vonzó volt, több próbálkozásom is volt, Moson-Magyaróváron a Lajta rádióban is voltam próbafelvételen, aztán a Szombathelyi rádióknál külsőztem is, a rádiók Szombathely 97.1-nél, ugye most már az is megszűnt, tehát ezeket az anyagokat direkt el is mentettem magamnak, hogy ez egy nagyon jó tápanlag, és egyébként nagyon-nagyon jó kapcsolatrendszer tudott az ember ebből kiépíteni, mert nekem többek között olyan tanáraim voltak, akik most pályatársaim, és hát én a mai napig nem tudja egyébként sem a Bakos Ági, vagy éppen a Merklin Feri, hogy én csillogó szemmel néztem rájuk 30 évesen, mert ők már letettek arra a bizonyos asztalra, amin én még ott még csak próbálgattam. És hát ugye a képzéseknél nekem a Feri is, meg a Bakos Ági is tanáraim voltak, rájuk felnéztem, maximálisan mindig, amit elmondtak, azt próbáltam magamévá tudni, magamévá tenni, és amikor így elkezdtem így, na akkor most próbálkozzunk, akkor meg azt veszed észre, hogy annyira pályakezdő vagy, annyira az út elején vagy, hogy azt mondják, hogy szólíts meg mondjuk Novák Edinát, és csinálj vele gyors interjút, hát ott azért rá kell nyitni az ajtót, kezét csókolom, jó kiállás, felkészültség, és hát azért az ember egy pályakezdőként 30 évesen azért elég meglepő tud ez lenni. 18 évesen a legtöbb, vagy 20-22 évesen, amikor kommunikációs végzettségű diplomás emberek azt mondják nekik, hogy na, most gyere valakinek a szárnysegédjévé, nekem ilyen nem volt. Tehát én mindig a saját utamat kellett, hogy kiárja, meg kitapossam. Ugrottunk egyet, engem még azért a Vasmegyei Rendőrfőkapitányság sztori is érdekel. Na, ezt hogy? Ez úgy alakult, hogy munka kellett, én a Multiktól úgy jöttem el, hogy... Jöttem voltam is kellett a pénz. Így is mondhatnánk, de nem, egyébként ott az irodai munka az már szándékosan jött így be a képbe. Egyrészt tanulni is szerettem volna, másrészt pedig arra már az egészségem úgy térdem az ráment, tehát az, amikor állandóan pakolgatni kellett a nehéz fizikai munkaként, az amúgy is műtött térdet, tehát a sportsérülést sújtott térdet, és akkor utána kiszámoltuk, hogy egy éjszak alatt mondjuk 5000 kilót forgoláztunk és pakoltunk át, azért az úgy az embernek a fizikalitását így erősen alá tudja rombolni. És akkor így volt egy lehetőség, Vasmegyei Rendőrfőkapitányságra keresnek embereket, ott kemény pszichológiai teszt, monotonitástűrő teszt, gépelés, mi egymás, ezek ugye megvoltak, úgyhogy ezzel nem volt probléma. Elkötelezett is voltam, elhivatott is voltam, és ennek köszönhetően, hát mondhatjuk, hogy 5 évet lehúztam ott, nagyon-nagyon jó baráti közösségeket sikerült építenem olyan szinten, hogy hát két kezem nem elég hozzá, hogy azóta hányuknak az esküvőjén dolgoztam ott. Újságírás, mi volt az első ilyen jellegű munkád? Az első ilyen jellegű munkám még a Vasnépénél volt, külsőzni kellett, különböző kisebb megyei labdarúgó csapatoknak kellett a beszámolókat elkészíteni. Aztán volt egy internetes portál, azóta már meg is szűnt, ott szintén ezzel a focis dologgal kerültem kapcsolatba. Majd az első úgymond fő állásnak, ha lehet így fogalmazni, ezt még egyébként így párhuzamban rendőrfőkapitánysággal kezdtem csinálni másodállásként, hogy csak cikkeket, sportjellegű cikkeket, tematikai cikkeket kellett írnom. Ez még a Cseszkó Tamás féle úgy tudjuk volt, az eredeti úgy tudjuk, hogy hívták is annak, hogy ez a lila-fehér színben. Ott a sportért voltam felelős, pont úgy volt összeválogatva a fiatalos lendületes csapat, hogy én voltam a legöregebb, majdnem mindenkivel, lazán egy 5-10 évvel idősebb voltam, de a sport szeretet, illetve a kapcsolatrendszernek köszönhetően a sportot a mai napig a magaménak érzem. Itt a televízióban nálunk is most az Aréna a te műsorod, a sporthíradó, és általában a sportjellegű, vagy ahhoz kapcsolódó híreket, információkat, tehát híradós anyagokat is te forgatod. De említettem a bemutatásod során is, hogy azért te bármely fronton bevethető vagy. Mégis a sport lett a tiéd, azzal is azonosítanak az újságírásban is. Ez is egy tudatos választás volt, hogy te elsősorban sport újságíró szeretnél lenni? Hát ugye volt egy olyan időszak az életemben, amikor a Vasnépélnél közélettel kellett foglalkozni, úgyhogy az nagyon jól megtanított arra, hogy nyitott legyek mindenfelé, illetőleg, hogy hogyan is épül fel mindaz, amit elméletben megtanultunk. Tehát, hogyha van egy információd, akkor nyilván a két felet meg kell hallgatni. Annak ugyanúgy teret kell biztosítani, hogy el tudják mondani pro és kontra. Tehát, hogy nem véleményt írunk, hanem tehát van az ötös szabályrendszer, ugye, hogy mit, mikor, hogyan, és ezt úgyis tudod, ettől nem térhetsz el. És ezt nekem a Vasnépénél nagyon jó, hogy ezt végig tudtam ezt a szamárlétrát járni, és nekem a legnagyobb pozitív visszacsatolás pont egy ilyen jellegű közéleti anyag volt,
hogy Bajánsenyében talán, erre már nem emlékszem pontosan, volt egy olyan probléma, hogy rendszeresen áramkimaradás volt, és a lakók azok állandóan a polgármesternőt támadták, a polgármesternő az EON-ra mutogatott, az EON a lakosságra, és kiderült, hogy valóban megnyúltak a kábelek, és ilyen távtartót kellett kihelyezni, és akkor kimentem, a polgármesternő félt, hogy hát mégis lejárató cikk lesz belőle, megjelent a cikk, majd másnaptól heti rendszerességgel hívott, hogy egyrészt megköszönje a cikket, hogy mennyire pártatlan, hogy mennyire elcsitultak a kedélyek, amióta meg lett ez így orvosolva, illetőleg, hogy az EON is lenyilatkozott, a polgármester és egy lakó is meg lett szólítva, ki lett javítva minden egyes hiba része, majd ezt követően minden héten bejelentkezett a polgármester asszony azzal, hogy a héten öregek otthonában valamiféle esemény van, hogy nagyon nagy szeretettel várnak, és az egészen addig elkísért, amíg a Vasnépétől így felálltam és eljöttem. Néha azzal is vigyázni kell, hogyha egy nagyon jó cikket írsz, mert aztán rajtad marad. És aztán jött a sport, azért, ami a legmeghatározóbb lett. Az első sport újságírói cikkedre, megnyilatkozásodra, emlékszel? Mi volt az? Az egy megyei labdarúgó beszámoló volt, de ami ennél is nagyobb lenyomatot hagyott bennem, az egy Kockás Lilium túra, amiről Szendi Péter kolléga készítette a fotót, és nyilván ugye a Vasnépének külsőzve. Én nagyon lelkesen oda mentem egy órával korábban a kezdési időponthoz képest, senki nem volt még az megadott helyszínen, és ott törtem a kezem, hogy mikor érkeznek már oda, és lényegében írtam egy 5000 cikkes karaktert, és mondtam, hogy ennyire nem kellett volna, és három mondat megjelent, de hát én annyira büszke voltam. És hát édesanyám is az újságot mutogatta ismerősek, hogy ezt mondjam, az én fiam cikk. Így van. A televíziós első kamera előtti pillanatot még fel tudod idézni, hogy mi történt? Igen, egyébként igen. Ez egy közéletis anyag volt, be kellett ugrani, segíteni. A tematikára már nem, viszont arra nagyon emlékszem, hogy nagyon remegett a kezem is. Lejjebb volt állandóan a mikrofon, mint kellett volna. Tehát, hogy azt is szokni kellett, de most már lényegében azt merem mondani, hogy az ember akkor csinál valamit rosszul, hogyha már rutinból csinálja, és minden egyes alkalomnál inkább elkezdek szójátékozni, hogy ne hadarjak, ne makogjak, mély levegő, meggondolva, mit akarok kérdezni. Hát, ha esetleg több kérdés össze lehet fűzni, és akkor egy nagyobb lélegzetvételnyi anyagot is lehet belőle csinálni. Úgyhogy én általában egy anyagnak nem úgy futok neki, hogy akkor ebből csak kiradós anyag lesz, akkor ez 2 perc, és akkor bőven. Bármint tudjuk, röviden a legnehezebb. Igen. Újságot írni, szerkeszteni. Mikor kerültél és hogyan a televízióhoz? A televízióhoz még 2019 tavaszán, pontosan annak okán, hogy vőfékedem, állításuk szerint jó kiállású fiatalember is nagy hangon van, és ez így visszajutott, és akkor a Kovács Ági telefonja csörrent meg nálam, hogy szia Csabikám, szeretnénk a létszámot kicsit felduzzasztani, szeretnénk új arcokat képernyőre tudni, ha van kedvem, próbáljam ki. Ez egy hétvége című magazin műsorba kerestek embert, illetve ilyen vetésforgó rendszerbe úgy voltunk párokba állítva, a Simán Klárival, illetve a Bálint Évával, illetőleg később Németi Marcsival, és hát az volt igazából az első olyan szerepkör, ahol egyrészt teljesen magamra voltam hagyatva, és kamera előtt, saját gondolat, saját egyéniséggel, és borzalmasan nem éreztem magam jól benne. Tehát, hogy az nekem annyira idegen terep volt, hogy egy szerepnek kellett megfelelned, amiben nem érezted komfortosnak magad, mert figyelni kellett a vendégre, figyelni kellett a műsorvezető társadra, figyelni kellett a kollégákra is, hogy ez teljesen szétforgácsolt az ember figyelmét, és így próbáltam fejlődni és tartani a tempót a rutinosabb tévés kollégákkal, akár stábtagokra is gondolok itt, de nem igazán voltam abban komfortos, ellenben nagyon nagy rutint és nagyon nagy tapasztalatra tudtam itt szerteni, hogy a később mondjuk az aréna kapcsán azt tudjam hasznosítani. És akkor jött az, hogy lesz egy, vagy van egy sportmagazin, aminek vagy a felelős szerkesztését és a műsorvezetését rád bízták. Így van. És ez azóta a te műsorod, és a nap mint nap, ha mész forgatni, akár hétvégén a meccseken, vagy bármilyen ilyen sporteseményeken, akkor nagyjából tulajdonképpen te gyártod le ezeket az anyagokat. Melyik volt a legemlékezetesebb televíziós forgatásod?
Hú, ez azért kellemetlen, ez nem tudok megkérdezni, melyik a kedvenc kollégám a vőfékedés, hogyha majd azt is érinteni fogjuk, nincs ilyen. Tehát én az összeset szeretem, és éppen ezt szeretem a legjobban az arénában is, hogy nem szeretem kihegyezni csak egy csapatra. Én próbálok minden egyes szakosztálynak, versenyzőnek és sportolónak úgy adni a lehetőséget, megkeresve, hogy fél évente, negyed évente, ahogy ők is ráérnek, nem nyaralnak, nincs felkészülés, nincs éppen nemzetközi verseny, éppen nincsenek itthon, hogy behívjam őket, beszélgetni. Nyilván ez a lehetőség korlátozott is abból a tekintetben, hogy új helyszínen vagyunk, új stúdióban vagyunk, ez létszámilag is korlátozza, hogy nem lehet mondjuk egy csapatot behívni, vagy mondjuk egy táncformációt ebbe a kis szűk helységre. Ellenben éppen ezért megyünk itt szabad terepre, hogy ami olyan esemény, amit nem tudunk mondjuk négy fal közé bezárni, arról sem maradjunk le, és tehát nyilván a szombathelyi nézők is élvezek, illetve részesük legyenek ennek a beszámolóknak. Nem csak az aréna, hanem egyáltalán televíziós munka során volt olyan pillanat, amikor mondjuk így nagyon kínos pillanatok, percek, tehát ami nagyon izgalmas volt, meg kellett oldani, olyan technikai, avagy csak emberi baki, amelyet valahogy át kellett hidalnod. Nyilván kevesebb az élő adás, így az maga annak az élménye is kevesebb a munkatársak életében, de azért hát, ha van olyan forgatás, hogy van olyan adás, amire így emlékszel vissza. Egyetlen egy ilyen forgatás maradt meg, illetve az élő műsor volt, mégis az a hétvégéhez volt kapcsolva, ugyanis az úgy lett megoldva, nem emlékszem pontosan, a Sportligetben volt valami rendezvény, és élőben kapcsoltunk ki. A műsorban, stúdióban teljesen egyedül, a vendégek egyedül beszélgetek, és akkor lehetett hallani, hogy a vezérlőből, hogy na most akkor az instrukció, hogy akkor kapcsolunk ki élőben. A kolléganőt kapcsoljuk, Simán Klárát, és hát meg kellett merevednem, legalább 20 másodpercig, ugyanis valamiért csúszott is a bekapcsolt videófelvétel, illetve a hang is, és hát utána meg lettem dicsérve, hogy milyen jó, hogy kivártam, mert általában ugye meg kell merevedni ilyenkor, bőszemig jön a vágókép, és hát én ott kicsit le is voltam fagyva, hogy most akkor megszólaljak, rákössek, vagy inkább maradjak csöndbe. Az egyébként egy, hogy is mondjam, ilyen síri csend. Tehát mindenki kíméletlenül, hogy összenéz, nézzük egymást, hogy akkor most várunk, nem várunk, én nem kaphatom a kamerából a tekintetemet, úgyhogy ez így nagyon benne maradt. Egyébként semmi probléma nem volt, a nézőknek se tűnt fel, sőt, hát így utólag visszanézve meg azt mondom, hogy szerintem ez így bármely, akár országos csatornán is megállt volna egy helyét. Egy sportszerkesztőként nehéz, vagy igazából tartanod kell inkább, hogy ne legyél elfogult, ezért csak van kedvenc sportod. Hát kedvenc sportom, ezt annak köszönhetően tudom mondani, hogy gyerekkoromtól viszem a labdarúgást és a kosárlabdát, ellenben azért, mert az arénával foglalkozom, olyan sportágakra is kaptam lehetőséget, betekintésre, és most már mondom azt, hogy napi szintű kapcsolatban, vagy ha nem is napi, de követem az eseményeket, és így nem vagyok lemaradva semmiről. Inkább az a problémám, hogy napi szinten meg lehetne tölteni egy aréna műsort, és nyilván az időpontok, illetve az, hogy ki hogyan ér rá, ennek függvényében tudjuk, illetve hogy milyen elért eredmények vannak ugye ez is, de azt merem mondani, hogy a versenytánctól kezdve a pentakú bajnokság, sőt, zárójában megjegyzem, hogy nálam különleges helyet tölt be a szívembe az Aranykorúak Sport Egyesülete. Kihívtak minket egy eseményre, olyan szeretetteljes közeggel fogadtak, amit el se lehet szavakkal mondani, majd most nem is olyan régen ismételten megkerestek, hogy ismét van egy versenyük, ezúttal a színészeket hívták ki, és velük van egy ilyen kis házi bajnokságuk, látogassunk ki oda is, és mintha ezer éves címborák lennénk, úgy fogadtak minket, alig akartak minket elengedni az operatőrrel, úgyhogy mondanám azt, hogy szinte minden sport eseménynél, minden sportegyesületnél úgy megyünk, mintha hazavárnának minket, és sehol nem érezzük azt, hogy na most mi a tévétől vagyunk, akkor megkülönböztetett figyelmet kapnánk, vagy éppen fordítva, hogy mi azért megkülönböztetett figyelmet fordítunk bármely egyesületre, mert előrébb tart, mondjuk nagyobb költségvetéssel dolgoznak, vagy több sikert tudnak aratni, mert véleményem szerint itt a legfontosabb közeg az, hogy bármilyen eseményről is számolunk be, az valamilyen úton módon érinti a szombathelyi lakosokat, ha más nem annak okán, hogy vagy a szurkolója, vagy a gyereke, vagy ő maga sportol abba az egyesületbe. Övön alul kérdés jön. Falkó vagy Körmend? Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Hát mondanám azt, hogy én világéletem egyébként, amikor a kosárlabda mellett így elköteleződtem és elkezdtem kosarazni, akkor Körmend teljesen egyértelmű. De ezt annak köszönhetően mondhatom, hogy Edmondson és Madison játék egy
Tehát az egész országot szerintem elbűvölte annak idején. Azóta is nagyon-nagyon megkülönböztetett figyelemmel követem a Körmendet, már csak azért is, mert rendszeresen beszámolok az ő teljesítményekről, a mérkőzésükről is egy másik sajtóorgánumnak köszönhetően. Ellenben hiba lenne azt mondani, hogy nem vagyok Falkos. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az a legjobb az egész országban, hogy a lehető legjobb helyen élünk, mert van egy olyan megye, ahol két olyan meghatározó csapat is van, amelyik az elmúlt évtizedek során rendszeresen hozza bajnok és kupagyőzelmeket, és én azt mondom, bárhol játszik bármelyik csapat, mindig a Vasinak szurkolok, ha egymás ellen, akkor mindig azt mondom, hogy győzzön a Jobbik. Én tudok örülni a Falkó sikerének a Körmend ellenében, és a Körmendnek is, hogy a Falkót legyőzi, pontosan ezért jó, mert egyik sincs a másik nélkül. Ha nem lett volna Körmendben olyan összefogás, akkor nem lett volna az a csapat, amelyik elindult és kitapossa az utat a vidékiek számára. Ugyanúgy igaz, Körmend nélkül nincsen Falkó, ugyanis a legnagyobb legendájuk a mai napig, a legnagyobb legendájuk az a Kálmán Laci, aki Körmendbe idézőben nem fért be. És hát ezért mondom, hogy ez annyira szervesen össze van fonódva, hogy ezt nem is lehetne leválasztani, hogy most Falkós vagy Körmend. Én ezért nem is értem azokat a szurkolókat, amikor mutogatnak egymásra, hogy nélkülünk nem vagytok, meg ti se vagytok, de ez pont ettől szép. A nézőket és a hallgatókat avassuk be egy kulisszatitokban, hiszen sokszor ér minket az a vád, hogy miért nem közvetít a Szombathelyi Televízió bajnoki mérkőzéseket, akár a labdarúgás, akár a kosárlabda, a sikersportágunk, de főleg ezek az első osztályú csapatok esetében. Hát most a legautentikusabb embert, a sportszerkesztőt tudom megkérdezni, és mondhatja a nézőknek, hallgatóknak, hogy ennek mi az oka? Hát ennek nem személyi, nem tárgyi feltételei vannak, egész egyszerűen eljutottak oda a közvetítési joggal, tehát a szakszövetségeknek a közvetítési jogok, akikkel rendelkeznek, azoktól lehetne kiváltani. Viszont ezek úgy beszükült ez a piac, hogy most nem akarok senkit negatív reklámmal így se háttérbe, se előtérbe hozni, de most talán egy kicsit elmozdul a holdpontról a Magyar Kosárlabda Szövetségnek köszönhető, hogy az elmúlt években azért nem lehetett Falkó mérkőzéseket közvetíteni, mert ezeknek a jogaival a Király TV rendelkezett, és nyilván a Király TV a Kosárlabda Szövetséggel összefogva egy általuk leginkább megfelelő közvetítő közeget találtak. Csarnokba felhelyezett kamerákon keresztül lehet közvetíteni, aztán, hogy ez milyen sikerrel, én mindig azt szoktam mondani, hogy a közönség szokta eldönteni. Amennyire mondják, hogy a Szombathelyi tévére nincs szükség, mert már nem néz senki tévét, attól függetlenül én bárhol megyek, mindenhol azt hallom vissza, hogy láttuk magát a tévébe, sőt, tovább megyek zárójában, megjegyzem, amikor vőféként egyik esküvőre tavaly lementem, akkor úgy vártak minket a kapuba, hogy megjött a Szombathelyi Televízióban az a fiatal ember. Ezt láttuk ám a műsorát. Nagyon örülök. Átlépve a televíziós szerkesztői műfajból, a sok-sok szalagot jelző vőfé és ceremónia mesterséged következik. Az első esküvős élményedre emlékszel-e nem ceremónia mesterként vagy vőféként, hanem egyáltalán az első esküvő? Igen, erre több határ, illetve több ilyen állomása is volt, mérföldköve is volt. Rokonság. Egyrészt édesanyám még heten voltak testvérek, nagyon sok unoka testvér van. Ja, felesküvőkre. Így, rendszeresen. Így a 98-99-es évben volt úgy az első, amire emlékszem tisztán. Korábban is voltak, de arra vagy csak a templom, vagy a polgári szertartásom voltam, és az nem maradt meg bennem. Aztán az első ilyen nagyobb fordulópont az a 2010-es esztendőben volt, az egyik unoka testvérem ment férjhez. Ott már nagyon-nagyon jó szemmel direkt néztem azt, hogy hogyan zajlik egy esküvő, már kezdett érdekelni. Már csak a milliója is, hogy miből mi lesz, honnan, hogyan jutnak el a másik oldalra. Mi fogott meg ebben téged? Hát pont a pasik azok, akik aztán úgy kicsit hátra is tolják magukat, meg így eltolják magukat tőle az esküvőt, pláne a lakodalmat, feszengenek, tudom, megszólalni, beszélni, táncolni egyáltalán. Na jó, a mulatás része az oké, abból kiveszik a részüket, de egyébként épp nem a fiúk vagy az urak azok, akik olyan nagyon elmerülnek egy esküvő rejtelmeiben, szervezésében, vagy a magának, lagzinak az élményében. Erre nagyon jó válasz van. Én ezt ugyanúgy közelítem meg, ezt az esküvőzést, mint egy műsort.
hogy kit fogunk felkérni. Meg kell keresni, meg kell szólítani belőle, fel kell készülni, akár kellemetlen, akár kényes, akár problémás témát ugyanúgy érinteni kell, mert ne higgye azt a kedves néző, hogy minden cukormáz és pompa. Ha bele kell kérdezni, hogy energiaválság miatt be kellett zárni most éppen friss élmény az asztali tenis csarnokot a téli időszakra, akkor az bizony meg kell kérdezni, hogy hát miért volt holt szezon 4 hónapon keresztül, miközben tudjuk, hogy ez egy termisport. Na ugyanez az esküvővel is a helyzet, hogy lehet, hogy a fiúk kicsit távolságtartóbbak, viszont az, ahogyan izgulva, kezüket tördelve elindulnak az úton teljes tanástalansággal, mert attól, hogy az ember elmegy egy esküvőre, mindig azt szoktam mondani a pároknak, hogy megvan a szabad választás joga, amikor vendég vagy. Hogy akarsz, akkor táncolsz, ha akarsz, akkor bulizol, ha akarsz, kimész cigizni, vagy eszel süteményt, rád van bízva. Amikor te vagy a főszereplő, akkor olyan szinten átrohansz az egész napon, mert pontosan, hogy mindenben érintett vagy, mindenben ott kell lenned, és neked, mint vőfének, vagy ceremóniamesternek, és igazából nem is nevezem magam se vőfének, se ceremóniamesternek, én már úgy hívom ezeket ilyen tömbösít, vagy hangulatfelelős, mert ha nagyon nagy szükséged van rá, akkor előtérbe kell lépned, amikor viszont azt úgy veszed észre, hogy megy a buli, akkor vétek lenne közbeavatkozni, na most akkor játszunk, mert megbeszéltük a párosra, de ennyire a részletben nem megyek bele. Szóval inkább ez a része fogott meg, hogy látva azt, hogy két fiatal, aki szereti egymást, aki szeretné összekötni az életét, hogyan tudom őket hozzásegíteni ahhoz, hogy életük egyik meghatározó élményéhez járuljak hozzá a saját tudásom szerint. Ennek az elindítása, meg azt tudom erre mondani, amikor az első esküvőn átestem, és most egy utólag visszagondolok rá, kanyarban nincs a mostanival. Uh-huh. Tehát, hogy ezt folyamatosan fejleszteni kell. És biztos vagyok benne, egyébként nagyon-nagyon sok kolléga van itt a környéken, akikkel, ha más nem az esküvőkön, pont így váltásban, mondjuk egy városházáról én viszem ki az én párosomat, és jön a következő páros, az másik kollégával, ha más nem így, de találkoztunk már, vagy éppen a tévének köszönhetően voltak vendégek, és akkor így mind a ketten le voltunk fagyva, hogy civil ruhába egymással, honnan vagy ismeri? Megvan, persze, te is esküvőn dolgozol. Jó, piciként tehát az esküvőket élvezted, szeretted, figyelted. Igen. Ki talált meg téged először, hogy menjél egy esküvőre hangulatfelelősnek? Ez megint egy ilyen, ugyanaz, mint az ilyen életútkeresés, illetve az önmegvalósítás, hogy 30-as, én mindig későn időtípus voltam. Ennek ilyen előszobája volt az, hogy ilyen stand-upokat nagyon szerettem. Vicces kis anekdotákat, azokat irogattam, voltak kis vicces történeteim, társaságban ilyen kétpólusú ember vagyok, néha nagyon háttérbe tudok vonulni, akkor észre se veszik, hogy ott vagyok, máskor meg olyan, mint én lennék a társaság közepe, és szórakoztatok, mennek a humorpatronok. És amikor beleláttam abba, hogy egy stand-uposnak mennyi munkája van, mennyit kell készülnie, ki kell állni, meg kell neveztetni embereket, több százat, ha kell, értenie kell a poént, hogyan vezesse fel, akkor is szórakoztatni kell, amikor éppen nem vicceset mondasz, tehát le kell kötni a figyelmet, hát lényegében az esküvőn ugyanez van. Uh-huh. Tehát, hogy az esküvőnél is ez úgy épült fel, legalábbis nálam, hogy állandóan kaptam így az ívet az ismerősöktől, rokonoktól, barátoktól, testvérektől, hogy hát téged mutogatni kéne, olyan vicces vagy, miért nem mész el, tudom, fellépni valahol, nyugodtan kiállhatnál színpadra vicceseket mondogatni, csak az embernek, ha nincs megfelelő színpadi rutinja, kicsit lámpalázas, nincsen visszajelzés, tehát kimész elsőre a színpadon is azt hiszed, vicces vagy, és nem az a visszacsatolása, vagy éppen megdobálnak rohadt paradicsommal, akkor az ember azt mondja, hogy köszönöm, akkor egy életre nem kérnék belőle. Úgyhogy azt mondom, ilyen szép lépcsőket így megjárogattam. Nem mondanám azt egyébként, hogy most lámpalázas lennék, ha ki kéne állnom mondjuk az Agora elé, mondjuk a Bödöcs Tibort mondjuk teltházas előadásánál, hogy azt a 6-700 embertől lesokkolnék, mert mondjuk egy esküvőn 100-150-200 embert ugyanúgy el tudsz navigálni. Sőt, tovább megyek, az első esküvőt, amit mondtam, hogy már teljesen máshogy csinálnék, az első egy-két esküvőn még meg is kaptam azt, hogy hát nem halljuk a hátsó sorba, tessék szépen hangosabban, mert nem voltam még a hang terjedelembe se. Biztos, hogy csúnya lesz. Emlékszel az első pár nevére? Hogyne. A keresztnevükre, igen? Csak azért, mert családtagok, igen. Úgy nem nehéz. És akkor ők kértek fel. Tehát ez volt az első, ahol te szerepeltél ceremóniamesterként. És akkor itt van az a pillanat, hogy tisztába tegyük, ki a vőfély, és ki a ceremóniamester. Lényegében nagyon nagy különbség van a kettő között, egyrészt megjelenésében is, és hát mint a képernyőn is látszik, itt a szallagos fokos botot nézve is. Ugye a leginkább nagy különbség az, hogy a vőfély a néphagyományokat követve, rímekbe csúlyogatva, násznépet terelgetve. Lényegében azt szoktuk erre mondani, hogy réges-régi hagyományokat követve mindig egy családtag, tehát keresztapa, egy nagybácsi volt a vőfély, aki a rokonságot összeterelte a vőlegény oldaláról leginkább, és hát ő lépett elő a buli felelősének.
És hát a vőfejének annyival több a dolga, hogy a vőlegényt búcsúztathatja, a mennyasszony kikéri el, búcsúztatja, végigkíséri a pár, ha kell szórakoztat, ha kell játékot vezényel, néphagyományos játékokat, akár a tojásgörgetés kész, vagy lábfejfelismerés, tehát ezt lehet színezni ezerrel. Ugyanakkor a ceremónia mester egy sokkal visszafogottabb, egy hagyományosabb öltözettel operál, nem vállalgat lánykikérés, vőlegénykikérés búcsúztató részét, sokkal inkább azért, mert ő konszolidáltabb, és pont azért nem is folyik annyira mélységekbe bele, és ennek a kettőnek már van egy ötvözete, amit városi vőfének hívnak, és akkor ebből olyan hibridek jönnek létre, hogy mi ceremónia mesterként szeretnénk téged megkeresni, de szeretnénk lánykikérést. Tehát a kettő ütné egymást, de az ember próbál alkalmazkodni a párhoz, és ezért inkább azt mondom, hogy hangulatfelelős. Tehát ugye olyan klasszikus vőfélyeket, tehát nagyon-nagyon, azt szoktam mondani, hogy mástól áll, nem illik ékeskedni, de én nagyon-nagyon büszke vagyok a Tóth Tomira, a Meskó Krisztiánra, az Albinra, tehát olyan népművelők dolgoznak vőféként, hogy az emberi csillogó tekintettel tekint rájuk, miközben 10-15 éve azt sem tudtam, hogy vannak ilyen emberek, tehát hogy nekem ez teljesen teljesen sötétség homályba volt ez a pálya. Ha pedig azt mondom, hogy ceremóniamester vagy a kettőnek az ötvözet, akkor a Donka Zsoltit is ki tudnám emelni. Tehát, hogy megyén belül van 10-12 olyan kolléga, akire bármikor ráberivízni az ember, vagy éppen Nika Robit, ha senkit nem akarok kihagyni, de tényleg sorolni lehet a neveket nap estig. A vőfény minden esetben tehát valamilyen módon nemzeti viseletben, vagy legalábbis valamiféle folklórra emlékeztető ruházatban jelenik meg az esküvőn, míg a ceremóniamester pedig hát tulajdonképpen egy decens esküvői elegáns öltözetben. Így van. Mi az átfedés egyébként a kettő között? Hát az átfedés a kettő között, hogy a pár igényeire szabva milyen megjelenés legyen. Hát, ha azt mondják, hogy mi szeretnénk a vőfélyes típusú, de ne legyen annyira csúlyogató, akkor nyilván a rímeket, a versékeket ennek megfelelően választja meg az ember. Vagy azt mondják, hogy nem szeretnénk, hogyha rímekbe hoznád be a levest, vagy éppen a főételt, akkor ettől el lehet tekinteni. Csak hát azért mondom, olyan előírások vannak, ezt a pár szokta előírni, hogy ő mit lát, mit tapasztal, mi az, ami neki belefér, mi az, ami neki már sok. Ezért mondom, szerintem ezek a klasszikus vőfélyek kisújból kiráznak egyébként a ceremóniamesteri vonalat, és pont nem is olyan régen kaptam egy ilyen megkeresést, hogy mi a különbség a kettő között, és így levezettem, és így döbbencsent, hogy hát akkor mi nem is vőfét láttunk a múlt esküvőn, hanem ceremóniamestert. Hát mondom, az nagyon valószínű, ugyanis tényleg a papíron szét kéne válogatni a kettőt, hát nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetben lenne az, aki azt mondaná, hogy na most akkor klasszikus vőfé, vagy klasszikus ceremóniamestere van szükségünk. A kedvenc tárgy, szóval egy olyan tárgyat kértem, hogy hozzá magaddal, mint minden vendégünktől, amely valamely módon, de nagyon erősen kötődik a te munkádhoz. Meg is foghatod nyugodtan, magad elé emelheted, majd a kollégák lekövetik a kamerával. Ez az úgynevezett vőfélybot. Ez az, ami a ceremóniamesternek nincs? Így van, így van. Ez egyik legfontosabb kellék. Én ezt azért is tartom egyébként mindig magamnál, amikor esküvőre megyek. Mindig megkérdezik, hogy de mi nem adtunk neked szalagot, mert nem is úgy készültünk, hogy ad neked szalagot, mert mi ceremóniamestert szeretnénk, csak és kizárólag azért van rajtam, hogy nem kell így a párnak újra mutatni. Ő a vőfély. Tehát, hogy ő a ceremóniamester, tőle kérdez, kiteszem az oldalamra, szépen ott ellóg, engem az nem zavar, hála jó Istennek is kampós. Mi a vőfély szalagnak egyébként a jelentősége? Ezen van egyébként rajta a pár neve és a dátum, amikor egybekelnek, és ezt azért ajándékozzák neked, hogy egy életre szóló élménnyel ajándékoztam meg őket, akkor ők is ezzel pedig igazolják, hogy én az ő esküvőjük. Tehát ebből egy voltam. Van, nekik nincsen, a párnak nem marad egy másik szalag, így vagy van. Ez csak neked így van. Pontosan így van. És éppen ezért vannak ilyen különlegesek, mindig megkérdezik, hogy fú, milyen sok szalagod van, hogy ez mind, az összes esküvő, hát most már 220x-edik, 26-dik, 27-dik, azt reggel meg akartam nézni, de most már így összefolynak. Egyébként most már tudatosan, szándékosan is kevesebbet vállalok, pontosan ezért, mert már 40 fölött az embernek nem úgy funkcionálnak már a dolgok, nehezebben regenerálódok, mondom így. De egyébként, tehát hogy így Szegedtől kezdve Pesten, Miskolcon keresztül, tehát az fél országot így bejárta, és amikor az ember azzal szembesül, hogy mennyi párnak okozott egy életre szóró örömet, félreértésnek nekem ők hoztak, azzal, hogy rám bízták az életük legfontosabb napját. Van még egy doboz is ráadásul, itt a stúdióban, talán majd meg tudjuk mutatni, mert hogy ezen a boton, ezen, amit elhoztál magaddal, számos színes, feliratos szalag szerepel, amelyet tehát a párok nevét látjuk, és aztán van még egy dobozni, ami már nem fér rá a szalagra. Mindig az aktuális év szalagjait teszed rá, vagy
Vagy ez változó? Vagy ezen a tavalyi, illetve az idei év szalagjai találhatóak egész egyszerűen azért, mert már annyira nagy és annyira hány nehéz. Hány kiló egyébként? Igen, ezt gondoltam. Elég nehéz. Uh-huh. Egy súlyra ilyen 6-7 kilónak mondanám. És akkor ezt egész este cipeled? Rá van kötve az oldalon. Ez így után azért csak megismernek, hogy igen. Ő az a fickó. Akkor már, hogy az ember elkezd táncolni, akkor a kollégák is leszopták szemben. Sőt, ennek van egy ilyen népi vonulata, hogy vigyázni is kell rá, mert ha elrabolják, akkor neked ki kell váltani. Mint a mennyasszonyt például. Így van. És hát innentől kezdve jön az izgalmas rész, úgyhogy azt remélem, hogy a televízió nézők is velünk tartanak majd az Agora és a Szombathelyi Televízió YouTube csatornáján, a Spotify-on, a Podpeden, mert hogy itt most zárunk és elbúcsúzunk önöktől, ellenben a nagyon izgalmas esküvő és lakodalmas részletek még jönnek, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. 2 hónapra elmegyünk szünetre, a Mesterségem címere, a Kolónia és a Podcast sorozatunk is nyári szünetet tartanak, de szeptemberben ismét számítunk önökre, most pedig jöjjenek velünk a YouTube-ra. Mindazokkal, akik velünk tartanak a közösségi oldalainkon, a csatornáinkon. Hát most olyan kulisszatitkokban fogunk egy kicsit elmélyedni, amelyet talán azok ismernek, akik valóban az esküvőknek a közreműködői, akár a pincérekre, zenészekre, fotósokra, videósokra, és főleg a vőfélyekre és a ceremónia mesterekre gondolok. Megkeres téged egy pár, és azt mondja, hogy szeretnénk téged övőfének vagy ceremóniamesternek hívni. Mi az, amivel le kell ülnötök beszélgetni? Mi az, amivel kezdesz velük? Hát először is megkérdezem, hogy ők mit szeretnének, miben gondolkodnak. Elmondom én, hogy mihez tudom ők ezzel hozzásegíteni, illetőleg hogy néz ki egy nagy nap. Ugyanis nagyon-nagyon fontos, és ezt talán a pályafutásom elején nem úgy csináltam, ahogyan kellett volna, illetőleg hát a saját bőrömön tapasztaltam ezt meg, nagyon-nagyon fontos az, hogy ők is megismerjenek engem, én is őket, hogy kialakuljon az a kölcsönös szimpátia, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy működőképes legyen az este. Ugyanis mondom, akkor az ember saját bőrén tapasztalja meg, hogy azt kapja vissza a násznéptől, hogy nagyon-nagyon elégedettek vagyunk vele, nagyon szépen köszönjük, a szülők teljes maximálisan, és a pár meg vakarja a fejét, hogy hát nekünk nem is kellett volna igazából vőfély. Akkor abban hiszem be vagy, hogy te most valamit rosszul csináltál, és mondták, hogy nem, egész egyszerűen ők nem gondolták volna, hogy ők másra lesznek így szorulva. Aztán ezeket ilyenkor az ember mindig személyes sértésnek próbálja venni, ebből tanulni, ez a jó szó rá, és az is kellemetlenül tudja érinteni, amikor egy már a 20., 30., 40. esküvőn vagy, és akkor az egyik vendég odalép hozzád azzal, amikor már nagyon jó kedvűre iszza magát, hogy hát voltam már néhány esküvőn, te nem vagy annyira jó. És erre már azért úgy rájöttem, hogy mindenkinek megfelelni nem tudsz. Nekem egyetlen egy fontos, legfontosabb küldetésem, hogy a párokat segítsem hozzá, és ezt mai napig egyébként tartom, és hála jó Istennek azt mondom, az utóbbi 5-6 évben már ezt nyugodtan mondhatom, hogy ha a párt maximálisan kiszolgálod, és ők életük legboldogabb napját tudják magukénak, ez ragad a násznépre is. Uh-huh. Mindenkit meg nem fogsz tudni megfelelni, meg nem is az a cél. Megpróbálsz róluk minél több dolgot megtudni, nyilván a családjukról, akár a munkájukról, barátaikról és minden egyebről, és akkor te megírsz egy forgatókönyvet magadnak és nekik? Az ő segítségük nélkül nem is lehetne, ugyanis mindig azt szoktam mondani, hogy 3 fő olyan időpont van, ami alapján össze kell raknod a napot. Azok a fixen mozdíthatatlan időpontok, amelyekhez hozzárendez minden mást. Az első ilyen időpont ezek a ceremóniák időpontja. A városházam, vagy éppen polgári szertartás, vagy civil helyszínen van, a templomi szertartás ugyanez, ugyanis kicsit morbidnak hat, de ez is megtörtént eset, hogy a plébános úr lehet, hogy egy temetésről esik majd be a szertartásra, és megy tovább egy keresztelőre. A városházán meg hadd ne mondjam, mi megy, ott délután 1 órától este 7 óráig fél órás turnusokban folyamatosan jönnek a párok, házasodnak, a kiemelt időszakokban, főleg a nyári időszakban, esélytelen, azt mondják, hogy 30 nappal előtte hívják fel, próbáld meg 30 nappal előtte felhívni őket, esélytelen. Tehát már most azért kerestek a párok, hogy nagyjából felmérik, hogy jövő június 15-ére szeretnénk téged felkérni, de a városházánról még várjuk a visszaigazolást, ugyanis ők még csak októberben fogják megnyitni a következő évi naptárukat, de próbálják úgy nagyjából belőni, hogy mi erre gondoltunk, hogy esetleg még szabad ez az időpont. A következő ilyen időpont az a vacsora kezdése, a helyszín az nagyon-nagyon sziklaszilárdan szoktak kötni ezt az időpontot, pontosan azért, mert oda visszaváró vendégeket
próbálnak kiaknázni az adott párból. Éppen ezért nem tetik azt meg, hogy a leves az mondjuk nagyon hideg legyen, vagy olyan tűzforró, hogy ehetetlen legyen, vagy félig nyers étel legyen, és pontosan ezért a másik ilyen időpont ez a vacsora kezdése. A harmadik ilyen időpont pedig a menyasszonytánc, menyecsketánc, ki melyiket szeretné. Általában ez ilyen 11 óra, éjfél, attól függ, hogy ezt is a pár hogyan kéri. És minden más meg ehhez rendelünk hozzá. Éppen ebből kifolyólag, akár ha akar lánykikérést, akkor ennek megfelelően, hogy idő legyen átérni a két helyszín között, hogy ne az legyen, hogy rohanásban legyen a násznép, ne legyen túl korán a tűzőnapon, pláne nyáron az eléggé kellemetlen tud lenni, sőt, hát ha túl korán kezdődik a nap, akkor lehet arra számolni, hogy így van, 7-8 órakor már nagyon mozerásokat mozgatni, meg nagyon éhesek, már a tűzőnap kiszívja őket, és akkor azt lehet észrevenni, hogy 11 órakor már ilyen félig meddig ülnek, mert ez egész nap az nagyon leszívja őket. Az esküvőre való készülés során, vagy a lakzira való készülés során te írod a szövegeket? Hiszen tudjuk, hogy a vőfénynek ilyen népi rigmusok, vagy valami hasonló rímes szöveggel kell előállnia. Ezeket teljesen te írod meg, vagy van valami vőfély kézikönyv, amiből lehet készülni? Nem. Ezt minden vőfély saját szellemi terméke, sőt tovább megyek. Ezt nem is beszélhettünk össze, mert nem is így készülök erre, de biztos vagyok benne, hogy az összes vőfély kolléga, akiknek a nevét már felcsengett, vagy éppen nem említettem meg, mindenki saját kútfőből dolgozik. Pontosan ezért, mert az a saját szellemi terméke, sőt olyan szinten védik ezt, hogy föl lehet nézni, amiket be lehet ütni a YouTube-on ezeknek a keresőbe, hogy a legtöbben egy-két mondat után vagy lehúzzák a hangot, vagy zenét csúsztatnak alá, mert ezzel védik a saját terméket. De azért lehet használnod az általad megírt szöveget az általános részt egy másik esküvőn is. Tehát nem kell minden egyes alkalommal újat és újat írnod. Tehát azért vannak olyan sztereotíp mondatok, vagy kis ritmusok, amelyeket el lehet sütni, mert azért az elég melós lehet, hogyha minden egyes esküvőre új szöveget kell írnod. Hát a párra kell mindig szabnod. Tehát, hogy vannak olyan visszatérő mondatelemek, amikkel nyilván tud dolgozni az ember, de nyilván nem mondhatom minden egyes párnál ugyanazt a szöveget, pláne, hogyha valamelyik szülő már nem él, vagy éppenséggel nem akarnak olyan jellegű kikérést, hogy na most akkor az túlzó legyen, vagy túl vicces legyen, vagy nagyon néphagyománytisztelő legyen, tehát ezt mindig az adott párra, tehát mindig fel kell mérni. Ez ugyanegyébként, amikor mondják, hogy hát mi nem szeretnénk mennyasszony rablást, mert az megöli a bulit. És nem mindig kérdés. És az elmúlt 30-40-50 esküvőben egy kivételével mindig volt rablás. Uh-huh. Tehát, hogy pont azért, mert mindig mondom, hogy ha az megfelelő mederben ugyanúgy van menedzselve, mint az este, akkor az nem öli meg a bulit. Az meg tudja ölni, hogyha valamire nem készülsz, elengeded, nem figyelsz oda, és utána akarsz futni egy olyan szekérnek, ami már régeségen nincs ott. Tehát a mennyasszony rablásnak pont az öli meg azzal öli meg a bulit, hogyha nem beszélnek, nem kommunikálnak az adott ceremóniamestere vőféllyel, gondolnak egyet, elviszik a mennyasszonyt, és akkor utána, amikor az van, hogy na, akkor vegyük fel a kapcsolatot a vőlegénnyel, vőlegénél nincs telefon, ha van nála telefon, akkor a rablóbandának olyan tagjának van csak telefonja, aki nem ismer senkit a lakziból, és akkor van az, hogy na, akkor induljunk el a vaksötétbe, hogy melyik irányba, melyik szórakozó helyre vitték a mennyasszonyt. Hát most jön, bemelegettünk egy kicsit, úgyhogy most jönnek az erősebb részletek, vagy legalábbis szeretnék ezekre rákérdezni, de mondjuk azért még egy könnyebbe kezdjünk. Melyik volt a legextrémebb esküvői helyszíned? Hú, nagyon sok volt. Tehát az a baj, hogy nehéz lenne egyet kiemelni, mert megbántam az összes többit. Tehát azért mondom, hogy mindegyiknek megvan a maga kis varázsa. Legyen az, ha 30 fős, 40 fős esküvő, vagy éppen a 200 fős sátras négy, az a klasszikus a sátras lagzis helyszín. Az a szerencse, hogy a Vas megye, sőt, hát a szomszédos megyéket ide veszem, nagyon-nagyon impozáns helyszínek vannak. Irgalmatlan jó kis tanya feelinges, vintage stílusú, vagy éppen kastély jellegű, tehát hogy mindig a pár köszönjön belőle vissza. Tehát nagyon-nagyon nem tudom azt elképzelni, hogy egy falusi esküvő, vérbeli, tűzről pattant menyecske jelleggel bemenjen egy olyan kastélyba, ahol meg teljesen idegenül mozog, és érzi, hogy ott nem is érzi magát jól, nem komfortos. A legfelemelőbb pillanat, vagy az egyik legfelemelőbb pillanat, ami igazán megható volt, és nagyon mélyen megmaradt benned, és mondjuk a násznépben is? Fú, rengeteg van ebből is. Amikor születésnapon megköszöntenek, mert éppen aznap van a születésnapod, amikor dolgozol, az nagyon abból a szempontból kellemetlen, hogy nem szeretek szerepelni, és ez már ellent is mond azzal, hogy a vőfékedéssel teljesen homlok egyenest megy, de a vőfékedés egy szerep.
tehát hogy ott maximálisan szolgál, kiszolgálod, ugyanúgy, mint a sport résznél, a televízió műsorvezetésnél felkészült vagy, érdekel, de onnantól, hogy kilépsz, már nem vagy sportújságíró, csak egy ember, akinek ugyanúgy megvan a véleménye az adott sport teljesítményről, eredményről, ugyanez az esküvőnél is megvan, hogy amikor kiléptetnek akaratodon kívül a szerepedből, akkor az úgy homlokon tudja vágni az embert, és az úgy ezért marad benned sokkal nagyobb lenyomat. Az ilyen felemelő pillanatokból tényleg nagyon sok van. Egy dolognak zárójában nagyon örülök, hogy édesanyám láthatott még bőfőként. És a legkínosabb pillanat, vagy az egyik legkínosabb pillanat, amit neked kellett valahogy megoldanod, és így úgy, de sikerült. Hát voltak olyanok, ahol a násznép azért, hogy meg tudja fúrni a párnak a napját is, tehát elfelejtik azt, hogy az esküvő az ifjú páré. Az az ő szerelmüknek az ünnepe, azért jött össze mindenki, azért kell őket ünnepelni, ők azért hívják meg a násznépet, hogy osztozzanak a párnak az örömébe, és ezért tud elcsúszni egy olyan félmondat, vagy éppen teljesen kiborítják a mennyasszonyokat, és meg tudom érteni, hogy egy egész életen keresztül arra készülnek, és ebből a szempontból meg azt mondom, hogy nem véletlen, hogy a lányok készülnek inkább rá, mert saját bőrömön fiúként én is tapasztalom ezt, hogy nekünk vőlegények meg lényegében negyed óra készülődés. Zuhanyzás, borotválkozás, felöltözés, kész is vagyunk. A mennyasszonynak reggel hajnalba kezdődik, smink, ruha, köröm, amit el tudsz képzelni, ez hölgy vagy, ezt pontosan tudod te is. És amikor egy teljes éven keresztül készül, és akkor van egy fél mondat, vagy egy beszólás, vagy egy rossz megjegyzés, hogy na, túl sós a leves. Ott egyrészt próbálj meg vicces lenni, próbáld meg úgy leszerelni, hogy nem bánthatod meg a násznéptagot, és nyilván neked ott azért egy pszichológusnak is kell lenned a párnás, tehát ezt mindig el szoktam mondani, hogy ez minden szolgáltatóra igaz, legyen az vőfész, zenész, fotós, videós. Aki néhány szezont lehúzott már, annak pontosan adnék egy pszichológiai diplomát, mert itt az embereknek minden szegletét megtalálod. Azért nem csúszol ki ilyen könnyedén, szóval azért én még kutatkodok itt az esküvői lakodalmi percek kínos megnyilvánulásaiban. Mondjuk egy olyan szituációt fel tudsz idézni, vagy egy olyan esküvőt, természetesen név nélkül, amelynél nagyon rezgett a léc, hogy egyáltalán abból a napból lesz-e lakodalom, vagy lesz-e esküvő. Tehát, hogy úgy nagyon megkérdőjeleződött egy pillanatban. Hát volt, persze, nyilván voltak. Egyrészt nem szeretem ezeket így kitárgyalni, mert egy név nélkül is be lehet azonosítani. Ez pontosan magára fog ismerni az adott pár is. Próbáljunk meg ugyan általánosan valahogy kicsit egy ilyen pillanatban belevinni a nézőket, hallgatókat, mert hogy mi el sem tudjuk, mindig a sajátját élte meg valamelyes, de talán el sem tudja képzelni, hogy azért vannak itt extrém helyzetek. Hát az esküvő lefújásától kezdve a baleset a mennyasszonytáncnál. Opa, a lagzi lefújása, vagy az esküvő lefújása, az azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy ott az esküvőn történik a... Igen. És ez ilyenkor mondjuk mit csinál a vőfély, vagy a ceremóniamester? Hát ez hála jó Istennek, azt mondom, hogy ez nem fordul el az emberrel gyakran. Hát épp elég egyszer. Pontosan, ott az nekem is egy tanuló folyamat volt, hogy ott próbálj meg úgy lavírozni a helyzetben, hogy próbáld meg a kedélyeket csillapítani. Nem volt verekedés végül? Éppen ezért kell odaállnod, hogy ne legyen. Hála jó Istennek, azért ez a 190 centi és ez a 100 plusz kiló azért az jó kiállás tekintét parancsolót jellemet kölcsönöz, és hát, hogy belegondolok így a kollégákra, kinézetre, kell is. Mindenkinél igen. Ritka nagyon vékony, alacsony vőfély vagy ceremóniamester, valóban mindig arra gondolt, hogy azért, mert olyan finomokat esznek biztos hétről hétre a lagzikban. Jó, a vőlegény kínos viselkedései közül mondjuk melyik az, amit úgy kiemelné leginkább, hogy mit ne tegyen egy vőlegény? Hát ugye a vőlegény ez azért másabb, mert ugye fiú. A fiú nálunk ez úgy van, hogy volt olyan páros, ahol már a vőlegény már harmadjára jött vissza hozzám. Azzal, házasodni. Igen. Tehát, hogy igen. De azóta egyébként maximálisan együtt van, sőt, tehát olyan szinten, hogy mondtam nekik, ha esetleg úgy alakulna, a negyediket ingyen vállom. Nyilván poénként mondtam ezt természetesen, de hát a mennyasszony az hozzám bújva annyit mondott így búcsúzóul, hogy azért van egy sorsnak fura fintora, hogy te régebb óta ismered a párod, mint én. Hát erre nem tudok mit mondani. És azóta együtt vannak szerencsére. Igen, van. Jó, a mennyasszony esetében mi az, ami azt gondolt, hogy így a tapasztalataid alapján, hogy nagyon kerülendő viselkedés, vagy baki, amire esetleg készüljenek, hogy mindent, ezt ne?
mindent megérdemelnek a mennyasszonyok. Egyet drága vagy. Mindig azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, hogy egy alapjáraton egy kis visszafogott, kis csöndes, kis magába húzódó, vagy harsány, mindenki a saját vérmérsékletéhez képest fogja megélni. Tehát volt én nem is olyan, hogy 20 percenként, fél óránként odaintett magához, hogy na most jól áll-e a hajam tényleg. Tehát már az ember azt mondaná, hogy jaj Istenem, már falra tudnék tőle mászni. Ilyen nincs. Uh-huh. Egész egyszerűen az ő napja. Ő tudja azt, hogy hogyan szeretne rá emlékezni, és ő tudja átélni, hogy így éli át ezeket a pillanatokat. Most az, hogy összehasonlításképpen megkérdezik, hogy na és múlt héthez vagy a két héttel ezelőtti esküvőhöz milyen volt, más. Más összetételű a násznép, más összetételű a pár, más összetétel a helyszín, sőt tovább megyek, minden párnak ugyanúgy el szoktam ezt mondani. Azért kell az adott napból kihozni a maximumot, az legyen az stresszes a mennyasszony, vagy éppenséggel félvárról veszi az egészet, mert ha két egymást követő napon ugyanazzal a szolgáltató személyzettel, ugyanarra a helyszínre, ugyanazzal a násznéppel futsz neki, akkor is más. Ugye az időjárás is, meg a kedvük is más. Volt már olyan, hogy mennyasszonyt kellett, vagy akár vőlegényt úgy felráznod, hogy hajlandó legyen bemenni akár a templomba, akár a házasságkötő terembe, mert mondjuk hirtelen megijedt, pánikba esett, zokogotta, vagy csak éppen világgá akart szaladni az esküvőről? Mennyasszonynál volt ilyen egyszer, hogy ő képtelen bemenni ennyi ember előtt, nem mer kimondani, hogy igen, hangosan, és mondtam, hogy figyelj, teljesen mindegy, ki kell lépned a szerepedből, csak a párod szemébe nézzél, fókuszálj rá, az, hogy most mindenki oldalról téged néz, ez azért kellemetlen, mert én saját bőrömön tapasztaltam egyébként meg, hogy én egyszer ültem kint azon a széken, ahol az ifjú pár ül, tanúként a hugomnál, Covid idején ráadásul, tehát a városházasságkötő termében 10 főnél több nem lehetett, és akkor nekem be kellett kísérni a hugom, fölültem a helyemre és lenéztem, mondom, hogy te jó Isten, ezt látja a pár, hát én onnan mindig a hátsó sorból látom az egészet, most viszont onnan föntről kellett tanúként, hát teljesen más, és teljesen át tudom érezni a pároknak ezt a stressz részét. Ugye 4 szék van kint a legalábbis a házasságkötő teremben, te mikor ülsz a középső egyiken? Majd mennyasszonyként vagy? Mennyasszony, igen. Hát őszinte leszek veled, kétszer álltam nagyon közel hozzá, hogy egy lépéssel az eljegyzés felé, illetve a házasságkötés felé menjek. Talán ebből a szempontból is mondhatom magam hitelesnek is, mert én azt mondom, azt is vallom egyébként, és ez nem csak a hazabeszélés, illetve a vőfé vér szól belőlem, hogy én egyszer fogok, de az is sírig tartsam. Tehát, hogy én nagyon-nagyon naív, romantikus léleknek tartom magam, talán ennek is köszönhetően van bennem egyfajta elköteleződés, kitartás. Mindig azt szoktam mondani, na most talán kicsit kevesebbet kéne vállalni, hogy fújjak egyet, de annál nagyobb lendülettel vettem bele minden hétvégén magam az esküvőkbe, sőt tovább megyek, amikor azt mondják, hogy nincsen eleged, nem unod már állandóan azt akár a menüket, akár az utazgatásokat ebben a nagy kánikulában. Hazudna az ember, azt mondaná, hogy imádom fölvenni a 40 fokos hőségbe teljesen zárt öltözéket, de onnantól, hogy belenézel a pár szemébe, és látod, hogy ők azt az utat fogják bejárni, amit majd egyszer te is szeretnél, azért az úgy ad egy nagyon jó töltést hozzá. Még a legek közül azért a legviccesebb szituációt, ha megosztanád velünk, ami te is nagyon jól mulattál. Fú, az a szörnyű, vagy nem szörnyű, hogy a memóriával az összes esküvő benne van, minden egyes pár, és minden egyes esküvőn van egy olyan szegmens, amire én emlékezek, és úgy a szemem előtt van. Az legyen szomorú, legyen megható, legyen vicces, legyen rémisztő, és az a legjobb az egészben, hogy amit te rossznak, vagy visszafogottnak, vagy éppen kritikaként megjegyzéseket kaptál, azokat is a saját előnyödre tudod felhasználni, hogy legközelebb akkor erre figyelek. És éppen ebből ugyanez igaz egyébként az, hogy attól, hogy valami nagyon jól sikerült, és a pár sírva zokog a válladon, sőt volt olyan, hogy a pár odajött, és akkor dupla süteményt kapta, hogy annyira elégedettek voltunk veled. Én ezt ugyanúgy behelyezem a polcra, hogy nagyon elégedettek voltak velem, ennek örülök, de nem dőlhetek hátra. Ugyanis azok a kollégák, akik ugyanezen a pályán vannak, hány meg hány ilyen visszajelzést kaphattak. Jól csinálják, nem véletlen vannak ők is ezen a pályán, nem véletlen őket keresik, nem véletlen akarnák, hogy az ő nagy napjukat az ő kísérletükben éljék át, és én ezért vagyok büszke arra, hogy ha nem is mondhatom azt, hogy egy lapon vagyok velük említve, de az ő nyomdakain próbálok haladni, mert például két mentorom, akiket, tehát azért mondom, hogy Vas megyében nem is tudtam, hogy voltak vőfélyek, én egy pesti Molnár Gyömrő Béla nevezetű vőféllyel, illetve Bagi Csaba egy nyírségi vőfélynek a tanácsait követve tudtam elindulni ezen a pályán, őket szándékosan ki is akartam emelni, és hogy olyan szinten képviselik ezt a szakmát, hogy a Béla például 770-es kővel a háta mögött van. Ő főállásban ezt csinálja, most már 30. éve. Le a kalappal, tehát hogy irgalmatlan jól csinálják. Mikor van vége a vőfénynek, vagy a ceremóniamesternek a feladatának, vagy a napjának, vagy az esküvőnek? Tehát az ő feladata mikor mondjuk azt, hogy köszönjük viszontlátásra?
Ez mindig változó, ezt kollégáktól egyébként meg is kaptam, hogyha nagyjából egy órára lőjem be az egy órát, és akkor köszönjek el, vagy menyasszonytánc után és köszönjek el, én még mindig azt mondom, hogy amíg a hangulat követeli. Uh-huh. Egyrészt a vőfé, ha már klasszikus vőfét veszük, ő az utolsó. A pár mellett ő az utolsó, aki hazamegy, tehát ezt hajnal 4-5-ig kellene csinálni. Ezt addig lehet csinálni, meg az ember 20 pár éves, meg havonta egy esküvője van, és akkor van 2 hétig regenerálódása, de az, hogy minden hétvégén, sőt, hát a péntek-szombaton is megy az ember, hát az fizikai képtelenség lenne, hát ez részegen esne be a következő helyszínre, ha úgy van. Esélytelen, ezt nem lehet megcsinálni. Ezért van az, hogy általában így az 1 óra, 2 óra, az éjféli menü után, ha nagyon leül a hangulat és táncos játékkal fel lehet dobni a kedvet, akkor ott belenyúl, és akkor utána azért el szokott köszönni, hogy 2, 2:30 legkésőbb azért el szokott köszönni. Annak tipikus jellemzők tájegységenként, hiszen te nem csak Vas megyében Szegedtől a Nyírségig mondtad, jársz esküvőket vezetni. Ami nagyon különböző mondjuk Vas megyében és például Szeged környékén? Ha Szeged környéken annyira nem is, a lebonyolítás sorrendjében voltak kisebb változások, de nekem amit megint csak testközelből saját bőrömön tapasztaltam meg, az az első zalai esküvőn volt. Ez egyébként pont most lesz nem sokára ismételten egy zalai esküvő. A párnak föl is tettem a kérdést, és meglepődtek, hogy egy honnan tudhattam. Hát, és az árajban megjegyeztem, hogy hát saját bőrömön tapasztaltam. Volt egy olyan páros, akik Vas megye határán laktak, a Sanyiék, Pálóczi Sanyiék, és az ő esküvőjük az Vas megyében volt, pont a megye határon, a lagzit viszont átvitték Zalacsányba, ha jól emlékszem, nem is Zalacsányba, mindegy, is most már nem ugrik be, de abban a fogadóba, ahogyan vége lett a vacsorának, jön oda hozzám a tulajdonos, hogy minden meg volt elégedve, vőfély úr, finom volt a vacsora, mondom, igen, akkor legyen kedves behirdetni, hogy akkor jönnénk a konyháról. Kása pénzért. Az mi? És mondja, hogy hát akkor jönnénk is, akkor a násznépet így szórakoztatnánk, és hát ott adhok jelleggel kellett gyorsan verset farigcsálnom, hogy ez arról szól, ez a kásapénz arról szól, hogy a szakácsnő vagy megégette a kezét, vagy elvágta az ujját, tehát pénzt kell gyűjteni, és akkor a konyha személyzete összeáll, és mint a mennyasszony tásznál kondérral, mágszedővel, fakanállal ütik, és mindenki dobja be a kis pénzt, apró pénzt, tehát lényegében borra valót adnak a konyha személyzetének. Meddig szeretnéd ezt csinálni? Ez egy nagyon jó kérdés, ezt a páromban rendszeresen felvetül, hogy ezt meddig lehet csinálni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy még egy pár évig, aztán most látva azt, hogy idézőben nem akarom megbántani őket, nagy öregek meddig csinálják, szerintem amíg az ember bírja. Ezt fizikailag is, gyomorral is, májjal is kell bírni. Mi van akkor, amikor te elkezdesz egy esküvőt, vagy egy lagzit, és azt mondod, hogy hát te nem szeretnéd megkóstolni a kikérésnél a pálinkát, a bort, tehát hogy ez... Soha nem iszok. Ezt úgy hidd el, hogy mondom, tehát a nagy kedvence most hétvégén is próbáltak rábírni. A szállás, egy Fehérvár melletti esküvőről volt szó, szomszéd településen volt a szállás, és mondom, kocsiba kell szállnom? Nem. Ha adhok jelleggel azon a helyszínen lettem volna, akkor is rezeg a léc, egyrészt azért, mert vőféként, tehát én a hangulatért vagyok felelős. És mindig mondják egyébként, hogy volt, hogy rokonnak az esküvőjét azért kértek fel, hogy na akkor vezényeljem, és akkor én mondtam, hogy nekem csak egy előírásom van, hogy akkor nekem a szolgáltatói asztalhoz ültessél, és le volt döbbenve az unoka testvérem, hát de ott lesz apukád, a hugod, a testvére. Tehát mondtam, én ott dolgozom, nekem ott a kollégákkal mindent meg kell beszélnem, a vacsorára tökéletes alkalom, hogy lesz-e rablás, mikor lesz NASZ ajándék átadás, nyitótánc, és a többi. Tehát, hogy nekem ott akkor az munka. Tehát tulajdonképpen te színjózanul végzed a munkádat minden egyes esetben. Igen. Talán végszóként dölt el ez a hatalmas vőfélybot. Ha a saját esküvődet szervezed majd, megvan már, hogy kit szeretnél felkérni vőfének? Hát ez azért kellemetlen kérdés, mert azért sem tudok erre konkrét választ adni, mert mindig azt szoktam mondani, hogy a mi szolgáltatói szféránk az már családtagok. Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy na milyen zenész legyen, milyen vőfé legyen, milyen fotós legyen, én azt szoktam mondani, hogy aki nekem emberileg is fontos, és a munkája is fontos, azzal jó lenne, ha egyszerűen mondjuk tényleg bulizna az ember. Tehát, hogy ne az legyen, hogy fotógépet elővesz, és ellen a Gál Szabolcsék esete volt a legjobb példa, egy zenész kolléga Zala megyéből, aki mondta, hogy pont tavaly volt az esküvőjük, nagyon szűk közegbe, és mire észbe kaptak, a 40-ből lett 80 ember, az összes zenész összejött, és fél órás turnusonként váltottak egymást a szintetizátor mögött. Hát
valami ilyesmibe tudnám magamat is elképzelni. Hát majd egymás után itt a Vas megyei kedves kollégákat. Ki az ebédet fogja, a vacsorát fogja felkonferálni, ki pedig a mennyasszony táncot. Nagyon sok erőt, kitartást és rengeteg boldog párt kívánok neked az elkövetkezőkben. Valóban addig csináld ezt, amíg te jó szívvel és nagy motiváltsággal teszed, mert azt hiszem, hogy akkor a násznép és a párok is a legjobbat kapják. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm én is. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ha a műsort tehát az Agora és a Szombathelyi Televízió YouTube csatornáin, a Spotify-on, a Podpeden egyaránt megtalálják. 2 hónap szünetet tartunk, mindannyiuknak nagyon szép nyarat kívánunk, sok pihenést, jó kedvet, és szeptemberben várjuk vissza a Mesterségem címere következő adásával önöket. Viszontlátásra, viszonthallásra!